Nyolcadik fejezel Tomi kalandjai. Tomi nem habozott, bármennyire váratlanul érték is a portás szavai. Ha már eddig ilyen jól bevált a merészség, talán majd ezután is segít nyugodtan bement a házba, föl a rozog a lépcsőn. A házban minden leírhatatlanul piszkos volt. A mocskos tapét a kafatokban lógott le a falról, meg a színe se látszott a piszoktól. A szögletekben sűrű, szürke pókhálók égtelenkedtek mindenütt. Tomi nem sietett. Mire a lépcső fordulójához ért, hallotta, hogy a portás már visszament a fülkéjébe. Ebből megtudta, hogy most még nem gyanakodnak rá. Nyilván nagyon természetes és rendes dolog volt, hogy ebben a házban ember, Bront keresték a látogatók. Fölérve a második emeletre, Tommy megállt és gondolkozott, hogy most mi tévő legyen. Keskeny folyosóra ért, melyből jobbra-balra nyíltak az ajtók. A legközelebbi, bal oldali ajtó felől halk hangokat hallott a portástól kapott utasítás szerint ebbe a szobába kellett volna bemennie, Tomi ehelyett folyton azt a kis fülkét nézte, melyet jobb oldalon látott, szakadozott bársony függönytől félig meddig, eltakarva. Éppen szemben volt a bal oldali ajtóval, úgy, hogy nem csak az ajtót, hanem a lépeső feljáratot is szemmel lehetett tartani a fülkéből. Nagyszerű búvó hely volt egy, sőt szűken két embernek is, mert körülbelül egy méter mély lehetett és másfél méter széles. Roppant tetszett Tominak. A maga lassú és nyugodt módján alaposan átgondolta a kérdést, és megállapította, hogy a Emmer nő jelszó volt és a portás ennek értelmében küldte őt az emeletre, egy pillanatig se gondolva arra, hogy Tommy valóban Emmer Bront keresi a véletlen szerencsének köszönheti tehát, hogy a banda jelszavát használva bejuthatott a házba. Még nem gyanakszik rá senki, de most gyorsan C. el kell határoznia, hogy mit fog csinálni. Mi lenne, ha bátran belépne abba a szobába, a folyosó bal oldalán? Vajon beengednék-e oda is, minden további igazoltatás nélkül? Hát ha még egy második, külön jelszóra is van szükség, vagy esetleg igazolnia kellene valamiképpen a személy azonosságát. A portás nyilván nem ismeri a banda valamennyi tagját, de idefönt bizonyára szigorúbb az ellenőrzés. Eddig ugyan kedvezett neki a szerencse, de hát nem hiába írtak annyit a szerencse forgandóságáról nagyon nagy kockázatot vállal, ha benyit abba a szobába. Nem számíthat arra, hogy mindvégig sikerül rászednie az egész társaságot, előbb-utóbb csak elárulja magát és akkor, csupa elhamarkodott vakmerőségből elszalasztotta a legjobb alkalmat. Len a főkapunál megismétlődött a különös kopogás és Tomi most már nem habozhatott. Bevonult a fülkébe. Óvatosan arrébb húzta a függönyt, amely most teljesen elrejtette sok hasadás és szakadás volt rajta, ezeken át szépen kinézhetett. Egyelőre megfigyeli, hogy mi történik, utó ha kedve tartja, később is bemehet a bal oldali szobába, ha már esetleg megtanulja az új jövevény viselkedéséből, hogy mit kell csinálni. Halk, Óvatos léptekkel jött föl valaki a lépcsőn nyilván a legalsóbb néposztályokból való ember volt. Ezt az alacsony, nyomott homlokot, ezt a nagy bűnösökre jellemző állat és az egész arcban megnyilvánuló állatiasságot Tomi nem ismerhette, bár Scotland Yardban rögtön tudták volna, hogy kivel van dolguk, ha ezzel az alakkal találkoznak. A jövevény nagyokat lihegve ment el a mélyedés előtt a szemközti ajtónál megállt és megismételte a különös kopogást. Belülről felelt valamit egy hang, mire az új látogató benyitotta, hogy bement, Tomi egy pillanatra benézhetett a szobába. Hosszú asztal állt a közepén és négy-öt ember ült körülötte, de Tomi szeme annak az arcán akadt meg, aki az asztal főn ült és iratokat tartotta kezében. A haja rövidre volt nyírva és olyan hegyes szakálla volt, aminő a tengerészeknek szokott lenni. Ránézett a belépőre és idegenszerű, de feltűnően tiszta kiejtéssel kérdezte. Mi a száma, elvtárs? 14. Helyes. Az ajtó ismét becsukódott. Így görbüljek meg, ha ez az ember nem német. Gondolta Tomi és Fene pontosan csinálja a dolgát, ez már megrögzött szokás náluk. De jó, hogy nem mentem be. Bizonyára rossz számot mondtam volna és megkezdődött volna a tánc. Nem, nem, jobb nekem itt. Aha, megint kopog valaki. Ez a látogató semmiben sem hasonlított az előbbihez. Tomi megismerte, az Irsin Fein mozgalom egyik vezetője volt. Emmer Bráú nő. Szervezetének, úgy látszik, messzire nyúlnak a szálai. A közönséges betörő, a jól nevelt ír úr, a sápat orosz és végül a pontos, szertartásos német, mint udvarmestert valóban különös gyülekezet, amely nem sok jóra engedett következtetni. Ki az a titokzatos ember, akinek a kezében összefutnak ennek az ismeretlen történetnek a szálai? Az új látogató is ugyanúgy ment be, mint az előbbi. A kopogás után megkérdezték a számát és, miután megmondta, ismét jött a válasz, helyes. Egymás utón két kopogás hallatszott lent a kapun. Előbb valami teljesen ismeretlen ember jött, Tomi véleménye szerint tisztviselő lehetett a cittbon, utána valami munkásforma férfi. Tominak úgy rém lett, hogy ennek az arcát már látta valahol. Három perc múlva jött még valaki, ezúttal parancsoló külsejű, elegánsan öltözött férfiú, látszott rajta, hogy született úr. Tomi ennek az arcát is ismerősnek találta, bár abban a pillanatban nem tudta volna megmondani, hol látta, vagy mi a neve. Ezután sokáig nem történt semmi. Tomi azt hitte, hogy már megkezdődött a ülés és éppen óvatosan kibújt a fülkéből, amikor újabb kopogást hallott. Gyorsan visszabújt a függöny mögé és várt. A megkésett látogató oly halkan jött fel a lépcsőn, hogy Tomi csak akkor vette észre, amikor már ott állt, közvetlenül a függöny előtt. Sápat, vézna, csak nem női és külsejű kis ember volt kiálló és széles járomcsontjai miatt szláv eredetűnek lehetett tartani, de ezen kívül semmi, sem árulta el a nemzetiségét. Amint elment a fülke előtt, lassan arra fordította a fejét. Különös, világos szemei mintha átnéznének a függönyön, Tomi már-már azt hitte, hogy ez az ember látja őt, és önkéntelenül megborzadt. Pedig a fantáziája nem egy könnyen ragadta el. Ő is olyan volt, mint a fiatal angol urak többsége, akiknek nem szokásuk a képzelődés, de most nem tudott szabadulni attól az érzéstől, hogy ebből az emberből valami szokatlanul hatalmas erő árad, valami, ami a mérges kígyókra emlékeztette. Az új látogató is úgy kopogtatott, mint a többi, de egészen másképpen fogadták. A szakállas férfi felállt, és a többiek is mind követték példáját. A német előrelépett, kezet fogott vele, és összeütötte a sarkát. Megtisztel bennünket, mondotta igen, megtisztel. Nagyon féltem, hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet el. A másik halkan felelt, különös, sziszegő hangja volt. Nehezen ment. Attól tartok, hogy nem fogom tudni megismételni látogatásomat, de fontos volt, hogy egyszer eljöjjek és megmagyarázhassam a taktikámat. Nem tehetek semmit emberbráú nő, nélkül. Ő is itt van. Hallhatóan megváltozott a német hangja, amint kissé habozva felelt. Üzenetet kaptunk. Nem jöhetett el személyesen. Elhallgatott és úgy rémlett, mintha nem fejezte volna be a mondatát. A másik nagyon lassan elmosolyodott körülnézett és csupa nyugtalan arcot látott maga körül. Ah, értem ismerem a taktikáját. A sötétben dolgozik és nem bízik senkiben. Még se lehetetlen, hogy most itt van közöttünk ismét körülnézett, mire mintha rémület szállta volna meg a csoportot. Mindegyik fürkészve, kételkedve nézett a szomszédjára, mintha abban sejtené. Emmerbront. Az orosz végig simított az arcán. Nos mondta lássunk munkához. A német megrezzent, mintha csak most térne magához. Eddigi helyét az asztal főnát akarta adni az orosznak. Az orosz tiltakozott, de a német nem engedett. Ez az egyetlen illő hely mondta az egyes számnak. A tizennégyes szám talán be fogja csukni az ajtót. Az ajtó bezárult és Tomi ismét csak érthetetlen mormogást hallott a beszédből. Ez izgatta és nyugtalanította. A hallott beszélgetés felcsigázta kíváncsiságát. Ha törik, ha szakad, okvetlen hallani akar valamit a tanácskozásból. A földszintről nem hallatszott semmi és nem volt valószínű, hogy a portás feljöjjön. Tommy pár percig figyelmesen hallgatózott, a tán kidugta fejét a függöny mögül. A folyosón nem volt senki. Tomi levetette a cipőjét és a függöny mögött hagyva őket, óvatosan az ajtóhoz osont, ott letérdelt és fülét a kulcsjukra szorította. Bosszankodva tapasztalta, hogy így csak egy-egy szót hall, őső ezt is csak akkor, ha véletlenül hangosabban beszél valaki. Ez még jobban felcsigázta kíváncsiságát. Szeme az ajtó kilincsre révett. Hát ha sikerülne oly csendesen és észrevétlenül lenyomnia a kilincset, hogy a benlevők észre se vennék. Lassan, nagyon lassan lenyomta még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy ügyelt. Még egy kicsit, még egy kicsit, hát már soha se lesz vége. Ah, végre. Lejjebb már nem megy. Egy-két percig így maradt, aztán nagyot lélegzett és egész picit bejjebb nyomta az ajtót. Ez azonban nem mozdult. Tomi bosszankodott. Ha nagyon meg kell nyomni, akkor egész bizonyosan nyikorogni fog. Megvárta, míg odabent hangosabb lett a beszélgetés és még egyszer megpróbálta. Még mindig semmi. Jobban megnyomta. Hát mi történt? Beragadt talán ez a szerencsétlen ajtó. Végre elkeseredetten teljes erejével befelé nyomta a kilincset az ajtó azonban most sem mozdult és Tomi megértette végre, hogy az ajtót vagy bezárták, vagy bereteszelték belülről. Tomi méltatlankodva háborodott föl. A fene egye meg. Mondta. Mégis csak disznóság, hogy bezárkóztak. Aztán, mikor kissé nyugodtabb lett, meghányta vetette a helyzetet. Először is vissza kell engednie eredeti helyzetébe a kilincset. Ha hirtelen elengedi, egész bizonyosan észreveszik oda benne, tehát roppant gondol és lassan engedte vissza. Mikor sikerült, megkönnyebbülten sóhajtott föl és fölkelt térdeiről. De mivel igazi boldog természet volt, nem tudott belenyugodni a kudacba. Bár az első pillanatban nem tudta, mihez kezdjen, azért eszébe se jutott hogy abba hagyja, i harcot mindenáron hallani akarta, hogy mi folyik oda benn. Az első haditerv csődöt mondott, másikat kell hát kitalálni. Körülnézett. Bal kéz felől, kicsit arrébb, még egy ajtó nyílott. Tomi neztelenül oda surrant, egy-két percig hallgatózott, aztán megpróbálta a kilincset. A kilincs engedett, és Tomi bement. A szoba így látszott, valaki hálószobájának volt berendezve. Semmiben sem különbözött a ház többi részétől, a bútor itt is rettenetes állapotban volt és a piszok leírhatatlan. Tomi azonban nem törődött se a piszokkal, se mással, csak azt nézte, hogy van-e ajtó a két szoba közt. Ezt aztán hamarosan meg is találta, a másik ajtóhoz ment, hogy alaposan megvizsgálja. Nagyon rozsdás retesz zárta le a közajtót, Nyitván régóta nem használták. Tomi roppant óvatosan mozgatta előre-hátra, míg végre sikerült zajtalanul félrehúznia. Most már csak az volt a kérdés, nem zárták ebbe kulcsal is a közajtót. Tomi megismételte előbbi kísérletét a kilincsel, és ezúttal teljes volt a siker. Az ajtó kinyílt, egy icipici nyílás volt az egész, de éppen elég arra, hogy Tomi kihallgassa rajta a beszélgetést, az ajtó túlsó oldalán függöny volt, úgy, hogy látni nem láthatott semmit, de a hangokat azért elég jól megkülönböztethette. Most a sin ista beszélt. Mély ír hangját rögtön meg lehetett ismerni. Ez mind szép és jó. De ide több pénz kell hőzza. Legfontosabb. Ha nincs pénz, nem lesz eredmény. Valaki felelt, Tommy úgy vélte, hogy Boris hangja volt. Biztosít bennünket, hogy lesz eredmény. Mostantól számítva egy hónapon belül, esetleg korábban vagy későbben, ahogy kívánják, biztosítom önöket, hogy olyan rémuralom lesz Írországban, hogy a brit birodalom alapjaiban meginok tőle. Szünetós azután az egyes szám, lágy, sziszegő hangja hallatszott. Jó. A pénzt meg fogják kapni. Boris, maga majd gondoskodik erről. Az amerikai érek és Mr. Potter, útján, úgy mint rendesen. Kérdezte Boris. Igen, így jó lesz. Szólalt meg valami új hang, erős amerikai kiejtéssel bár itt és most hangsúlyozni akarom, hogy kissé bonyolódik a helyzet. Most már nincs meg az a szimpátia, ami kezdetben volt, és egyre jobban hangoztatják, hogy legjobb lenne az éreket magukra hagyni, hadd intézzék el saját ügyeiket Amerika nélkül. Tommy szinte látta, hogy Boris felhúzza a vállát, mikor felel. Hát baj az. Hiszen csak a pénzt szerepel úgy, mintha az Egyesült Államokból jönne. A legnagyobb nehézség a muníció partra szállítása szólt a sinfeinista. A pénzt elég könnyű behozni, jelenlévő kollégánk jó voltából. Most más valaki szólalt meg, Tommy úgy vélte, hogy ez annak a gentleman forma embernek a hangja, akinek az arca oly ismerősnek látszott. Vajon mit szólnának hozzá Belfastban, ha ezt most hallanák? Szóval ez rendben van vágta el a vitát a sziszegő hang. Hát annak az angol lapnak adandó kölcsönügyben sikerült elintézni a részleteket, Boris. Azt hiszem, igen. Helyes ha szükség van rá, Moszkvából majd megjön a hivatalos cáfolat. Pár pillanat csend után a német csengő hangja szólalt meg. Utasítást kaptam Emmerbrontól, hogy terjesszem szembe. A szakszervezetek jelentéseinek kivonatát. A bánya munkások jelentése a legkedvezőbb. Vissza kell tartanunk a vasutasokat. Lehet, hogy baj lesz az a esevel. Most jó ideig csönd lett csak a papírlapok forgatása hallatszott és néha-néha egy-egy szó, a német valamit magyarázott. Valaki dobolt az ujjaival az asztalon. És hányadikán, barátom? Kérdezte aztán az egyes szám. 29 -én. Az orosz, úgy látszik, gondolkodott. Az elég rövid törmönös mondta. Tudom. De a munkáspárt vezetői így határoztak, és nem szabad azt a látszatot keltenünk, mintha nagyon beleelegyednénk a dolgukba. Hadd higgyék, hogy teljesen az ő kezükben van minden. Az orosz halkan nevetett, úgy látszik, mulatott ezen a kijelentésen. Igen, igen, mondta. Az igaz. Sejteniük sem szabad, hogy saját céljainkra használjuk föl őket. Becsületes emberek, és éppen ezért sokat érnek nekünk. Különös, hogy forradalmat csak becsületes emberekkel lehet előkészíteni. Elhallgatott, aztán, mintha tetszenék neki ez a gondolat, tovább fűzte, minden forradalomnak megvoltak a maga becsületes emberei. Ótólag aztán hamar el lehet őket tenni láb Volt valami borzasztó és félelmetes a hang lejtésében, ahogy ezt mondta. A német ismét átvette a szót. Jamesnek el kell tűnnie. Túlságosan előrelátó. A 14-es szám fog erről gondoskodni. Reked és hallatszott. Rendben van. Majd pár pillanat múlva már aggódott, és ha rajta kapnak. A legjobb jogász fogja védeni felelte a német nyugodtan. Különben is az egyik hírhedi betört, új lenyomataival ellátott kesztyűt fogja viselni. Nincs oka a félelemre. Nem felek én. Mindent az ügy érdekében. Azt mondják, vér fog folyni az utcákon. Valami kegyetlen öröm hallatszott ki a hangjából. Gyémántok és gyöngyök fognak gurulni a csatornákban és bárki felszedheti. Tomi hallotta, hogy valaki megmozdított egy széket azután megint az egyes szám, kezdett beszélni. Tehát minden rendben van. Bizonyos a siker. Azt hiszem felelte a német, de a hangja ezúttal nem volt oly bizakodó, mint máskor. Lappangó fenyegetés csenget ki az egyes szám, hangjából, amikor megszólalté. Mi baj van? Semmi, de... De micsoda? Hol a hiba? A munkáspárt vezetőiben. Ön mondja, hogy nélkülük nem tehetünk semmit. Már most, ha ők nem hirdetik ki az általános sztrájkot 29-ére. Miért ne hirdetnék ki? Azért, mert, ahogy ön az előbb mondta, ők becsületesek. Noha már mindent megtettünk, hogy megingassuk bennük a bizalmat a kormány iránt, mégse tudom, hogy titokban nem bíznak-e benne még most is. De hiszen. Tudom. Szünet nélkül támadják és ócsárolják. Általában véve azonban a közvélemény mégis a kormány mellett vár. Ezért aggódom, hogy nem fognak neki menni, ha majd rákerül a sor. Az orosz ujjai megint dobolni kezdtek az asztalon. A tárgyra, a tárgyra, barátom. Úgy hallottam, hogy van valami okmány, amely biztosítja a sikert. Ez így is van. Ha bemutatnák a vezetőknek ezt az okmányt, Rögtön lenne eredmény, rádión közölnék egész Angliával, és pillanatnyi gondolkodás nélkül állást foglalnának a forradalom mellett. A kormány menthetetlenül és végleg megbuknék. Na és mit akar ennél többel? Magát az okmányt mondta a német egyszerűen. Aj. Tehát nincs a kezükben. De tudják, hogy hol van. És van valaki, aki tudja, hogy hol van. Egy valaki talán. De még erről sem vagyunk egészen bizonyosak. Ki az a valaki? Egy lány. Tommy visszafojtott lélegzettel hallgatózott. Egy lány. kérdezte az orosz megvetéssel. És azt a lányt nem tudták maguk szóra bírni. Oroszországban ismerjük a módját, hogyan lehet kivallatni a lányokat. Ez az eset más mondta a német konokul. Hogyhogy hogy más? Egy pillanatra elhallgatott, aztán folytatta: Hol van most az alány? Alány! Igen. Most. Többet azonban nem hallott Tomi. Hatalmas ütést kapott a fejére, és minden elsötétedett előtte.